Emelés. 21 forinttal drágult a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára. Hétfőn ugyanis életbe lépett a jövedéki adóemelés második üteme. Jégre lépni tilos, még nem elég vastag a jégpáncél a tavakon, életveszélyes lehet rajta tartózkodni. Segítség a bokortanyákon élőknek, folyamatos szolgálatban vannak Nyíregyháza körül a tanyagondnokok. 21 forinttal drágult a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára. Hétfőn ugyanis életbe lépett a jövedéki adóemelés második üteme. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Először január 1-én emeltek, akkor 20 forinttal drágult a benzin és a gázolaj is. A mostani emelés után várhatóan a benzin átlagára literenként 580, a gázolaj pedig 608 forint lesz. A holtankoljak.hu szerint ezen felül a héten jelentősebb árváltozásokra nem kell számítanunk. Még nem elég vastag a jégpáncél a tavakon, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Sokan már az elmúlt napokban is könnyelműen rámerészkedtek a befagyott állóvizekre, ez ugyanakkor egyelőre életveszélyes. A jég vastagságának ugyanis legalább 10 cm-nek kell lennie ahhoz, hogy biztonsággal fenntartson egy embert. A jégre lépnek, de a tűzzel játszanak a fiatalok a Bújtosi tónál Nyíregyházán. Rendkívül veszélyes még a befagyott állóvízre merészkedni. Bár az elmúlt napokban szinte folyamatosan fagypont alatti hőmérséklet volt jellemző, a jégpáncél még nem vastagodott fel olyan mértékben a nagyobb kiterjedésű állóvizeken, hogy azon biztonsággal lehessen sétálni vagy korcsolyázni. 12 cm-es vastagságú jég, ami már biztosan megtart ugye embereket, embercsoportokat. Nagyon fontos szabály, hogy éjszaka korlátozott látási viszonyok között nem mehetünk rá a jégre, illetve ugye folyóvizek jegére semmiféleképpen sem szabad rámennünk. Hogyha véletlenül bármilyen baj történne, nagyon fontos azért megelőznünk ezt, hogy ne egyedül menjünk, hanem valaki mindig legyen. Tehát valaki mindig legyen velünk, és hogyha bármi probléma történik, akkor ugye a 112-es segélyhívón azonnal jelentsük be, és hogyha tényleg biztonságosnak ítéljük a mentést, csak akkor kezdjünk bele. A jégből mentés szakszerű lépéseit rendszeresen bemutatják a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakemberei. Ha bajba kerülünk, vagy közvetlen közelünkben szakad be valaki alatt a jég, akkor is több dologra kell odafigyelni. A jég, ahol beszakadt, valószínű, hogyha megközelítjük, akkor ugyanúgy be fog szakadni alattunk is. Ezért mindenféleképpen ugye minél nagyobb felületen próbáljuk megközelíteni a beszakadt sérültet, és valamilyen segédeszköz, hogyha tudunk találni akár egy botot, egy nadrágszíjat, akkor azt alkalmazzuk. Nekünk a tűzoltóknak természetesen rendszeresített eszközeink vannak, amit használunk. Itt akár egyszerűen a hétköznapi tüzeknél használt dugólétrák, mentőkötelek, akár búvár felszereléseink segítségével, mentőmellények használatával mi így hajtjuk végre a mentéseket. A katasztrófavédelmi igazgatóság közlése szerint az utóbbi években tragikus kimenetelű jégbeszakadás nem volt a vármegyében. Kisebb balesetek azonban rendszeresen előfordulnak a meggondolatlan jégre lépés miatt. Aki bajba jutott embert lát, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívó számot. Nyíregyháza külterületén 3 körzetben 3 tanyagondnok dolgozik. Kiemelt feladatuk a napi egyszeri melegétel házhoz szállítása, a köz- és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése. Eközben pedig személyes segítséget nyújtanak a problémák meghallgatásával, megbeszélésével és intézményes kapcsolataiknak a közvetítésével. Amennyiben szükséges, besegítenek a kisebb háztartási, házkörüli munkák elvégzésébe is. Az elmúlt napok hideg éjszakái után dércsípte táj fogadja a tanyákon élőket reggelenként. Ezekben az időkben különösen fontos a falu és tanyagondnok segítsége a külterületen élőknek. A bokortanyák terepiszonyai is megnehezíthetik időnként a munkát. Nem ritka, hogy szántások mentén vezet az út a házhoz, ahová naponta ki kell szállítani a meleg ebédet. Összetett egy dolog az egész, szóval, hogy a meleg ételt szállítunk az időseknek, de mellett ugye minden mást segítünk, amiben kell, ha kell, bevásárolunk, gyógyszert kiváltunk. Ha mód és lehetőség van, akkor háziorvosi rendelőbe szállítjuk a betegeket, vagy akár az egészségügyi intézménybe. Hát ugye ez azért olykor-olykor nehezebb megoldani. De ezen kívül bármi más, hogy a házi segítségnyújtás kell, valakinek fát kell vágni, vagy csak egy zárat megszerelni, hát mindent így. Így összetetten mindennel foglalkozunk szinte.
Bár a kutyák néha megugatják a tanyagondnokot, a házban élők már várják az ételt, hozza is a néni az üres ételest. Ilyenkor nem csak meleg ebéd érkezik, hanem néhány jó szó is. A nagy hideg ellenére belefér egy kis beszélgetés az idősekkel, ilyenkor derül ki, mire van még szükség az ételen kívül. Jövök. Csokkolom, minden jó. Viszlát. A gyors elköszönés után már megy is a tanyagondnok a következő címre, ahol szintén várja őt a ház tulajdonosa. Hát, rendben az már nem lesz sose. Hosszú beszélgetésre azonban itt sincs idő, sok házhoz kell elmennie a tanyagondnoknak egy-egy körzetben. 8-tól van a munkakezdésünk, 4-ig tart hivatalosan, de hát ez nagyon relatív, mert ugye van, amikor hamarabb kezdünk és később végzünk, hát ez mindig a napi feladattól függ. Hát általában most nekem durván 50 kaján van, amit viszek ki, ugye 50 embernek viszek meleg ételt, de hát ezen kívül ugye sokkal több ügyfelünk van, mert minden közügyfelünk az adott területen, úgyhogy 0-tól 100 éves korig, így mindenki belefér. Nyíregyházán kívül falu és tanyagondnoki szolgálat a Vármegyében még számos olyan helyen működik, ahol a település szerkezet ezt szükségessé teszi. A hideg téli időjárás miatt a nyíregyházi erdészet meg tudta kezdeni a sóstói erdő felújítását a múzeumfalutól nem messze lévő Tölgyes utcával határos részen. A közel másfél hektáros terület környékén útlezárásokra, elterelésekre lehet számítani. A nyíregyházi erdészet munkatársai arra kérik az erdőlátogatókat, hogy a korlátozásokat figyelembe véve közlekedjenek. 100 évig tart, míg ekkorára nő, és ennyi idő, vagyis alig pár másodperc kell a kivágásához. A sóstói erdőben közel másfél hektáron zajló munkálatokkal kapcsolatban Szokolovszki Géza hangsúlyozta, elsősorban nem a fakitermelés, hanem az erdő felújítása a cél. Egy kocsányos tölgyfa volt, amit éppen láttunk, és nagyon sokáig él ez a faj, ez egy hosszú életű faj, tehát akár 400-500 vagy annál több évet is meg tud élni, hogyha a megfelelő körülmények között is jó termőhelyen áll. Ebben az erdőrészletben olyan 100-110 évesek a fák. Ezt nyilván onnan tudjuk, hogy vannak erdei üzemterveink, amik ezt pontosan tartalmazzák ezt az adatot. De ez mindig egy ilyen kétes adat, mert korábban tudjuk, hogy itt úgymond sarjasztatással történt az erdő felújítása. Tehát régen kivágták a fákat, a tuskót benne hagyták a földbe, és az újra sarjat. Tehát az itteni fáknak a föld feletti része, az mondjuk 100-120 év, de könnyen elképzelhető, hogy a gyökerük a 150-200 vagy akár 200 évnél is idősebb lehet. És azért van az, hogy sajnos itt járunk, hogy hiába nem túl öreg a fa, de sajnos a gyökere az már elpusztult, pusztulófélben van. A talajvíz eltűnt, tehát nem tud utána nőni, és ezért kényszerültünk most az erdő letermelésére és az erdő felújítására. Hozzátette, a sóstói erdő mostani erdőállománya vegyes összetételű. Őshonos és nem őshonos fák egyaránt megtalálhatók benne. A fák döntő többségét kocsányos tölgy alkotja, amely őshonosnak számít a térségben. A mesterséges felújítás lényege, hogy a területet kituskózzák, kiszántják, és aztán őshonos facsemetékkel ültetik be, a nem őshonosakat pedig eltávolítják. Természetvédelmi területről lévén szó, Szokolovszki Géza leszögezte, minden erdőgazdálkodási tevékenységet egyeztetnek a természetvédelmi kezelővel, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal. Ezt az erdőt, ha máshol lett volna, tehát ha nem egy védett természeti területen lett volna, akkor már 30-40 éve véghasználták volna az elődeink, és felújították volna. Itt mindig addig tartjuk, amíg csak lehetséges, sőt még lehet egy kicsit tovább is, és akkor döntünk az erdőfelújítás mellett. A nyíregyházi erdészet igazgatója úgy tudja, a térségben szinte valamennyi önkormányzat maradéktalanul megkapta a szociális tűzifa programhoz szükséges tüzelőt. A szociális tűzifa program az egy évről évre visszatérő program, úgymond itt a térségünkben, amikor is államilag támogatva önkormányzatok tudnak vásárolni rászorulók részére tűzifát. Ebben a Nyírerdő ZRT minden évben nagyon nagy szerepet vállal magára, mint a térségben lévő állami erdőgazdálkodó és a többi piaci szereplő elé helyezve az önkormányzatokat szolgáljuk ki első körben. Gyakorlatilag elmondható, hogy a térségünkben szinte minden önkormányzat maradéktalanul megkapta már a téli tüzelőjét. Egy-két kivétel van, akik mondjuk kifejezetten januárban szerették volna megkapni,
Tehát előfordulhat, hogy erről a fakitermelésről is önkormányzatoknak is szállítunk, de természetesen ugyanúgy magánszemélyeknek, viszont eladóknak is tudunk értékesíteni belőle. Szokolovszki Géza úgy látja, a tavalyi tűzifával kapcsolatos aggodalmak lecsendesedtek. Van bőven tűzifa a piacon, és mind a lakossági, mind a kereskedelmi igényeket ki tudják szolgálni az erdészetek. Az erdő felújításokkal kapcsolatban a nyíregyházi erdészet munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy a kihelyezett útlezárásokat és eltereléseket figyelembe véve közlekedjenek. A 20. századi magyar hadseregek legnagyobb veszteségével végződött a Doni áttörés, amely 81 éve indult meg. A tragédia évfordulóján a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezete tartott megemlékezést a Vármegyeházánál. A hősök terén búcsúztatták 1942. októberében a 2. Rákóczi Ferenc 12. Honvéd gyalogezredének katonáit. Az ezred közel 4500 főből állt, alig fél évvel később pedig mindössze 21 tiszt és 714 katona tért vissza Nyíregyházára. A Doni áttörés mínusz 30 fokban indult 81 évvel ezelőtt. A tragédiára a Vármegyeházánál emlékeztek. A Donnál elesett harcosokról sokáig nem volt szabad beszélni, őket fasisztáknak, hazárulóknak tartották, pedig nem voltak azok. Tudjuk, hogy Magyarországot belekényszerítették a II. Világháborúba, nem önként mentek. Meg kellett őrizni egyrészt az első-második bécsi döntés alapján visszakapott területeket, hiszen a románok és a szlovákok már hamarabb csatlakoztak a németekhez, és megindultak a Szovjetunió ellen. Kényszerhelyzetben voltunk. A kassai meg a rahói vasútvonal bombázása az már csak egy ürügyön szolgált. A magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezredre emlékezünk. Hát a névadó miatt vállalta fel a Rákóczi Szövetség, mivel Rákóczi nevét viselte a gyalogezred. Van is egy érdekesség, 1930-ban jött létre ez a gyalogezred, mégpedig a Munkács és a Szatmár németi ezredek egyesítésével. Tehát is a Trianonnak egy fintora, hogy két elszakított magyar város ezredeiből alakult meg a nyíregyházi. A megemlékezésen Vinnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, a 20. századi magyar hadseregek legnagyobb veresége volt a Doni ütközet, amely sokáig maradt feldolgozatlan a magyar társadalomban. Azért kell erre emlékezni, mert azóta már három generáció felnőtt. Ugye nekem nagyapám ott volt a Donkanyarba éppen a nyíregyháziakkal, hazajött, majd 44-be esett el, tehát az ő gyermekei a háború alatt születtek, édesanyám is. Az az első nemzedék, ők hadjárvák voltak. Aztán itt vagyok én, aki már II. Világháború után születtem, 56 után születtem. Én a történelemkönyvekből tanultam, talán mint történész, talán egy kicsit többet is, de bennünk még talán él, de a gyerekeink is felnőttekké váltak már, ők már talán kevesebbet tudnak a mai fiatalok, és ezért kötelességünk emlékezni, és emlékeztetni őket, hogy a magyar honvédek ott hősök voltak, becsülettel harcoltak, és ahogy Nemes Kürtő tanár úr írta, kihunyó tudatok utolsó fellobbanásával a hazájukra gondoltak, a családjukra gondoltak, a házukra gondoltak, a településükre gondoltak, Nyíregyházára gondoltak, ahol korábbi életüket leélték, és gyakorlatilag ők példaképek nekünk, a bátorság, a helytállás és a hősiesség példaképei. A Doni hősök előtt tisztelegve idén is emlékmenetet szervez a Honvédsuli Egyesület és a MATASZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A katonák a Vármegye több pontján tartanak megemlékezéseket. Nagyon fontos megemlíteni, és most aktualitása is van, hogy most is indul a Doni emlékmenet a hősökért, amelyet a Honvédsuli szervez már hosszú-hosszú évek óta, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ők most ebbe az évben, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy minden egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre el fognak jutni ezzel a küldetéssel, amellyel szintén ezt az emlékeztetést tűzik az ászlajukra. A Vármegyeháza mellett két tábla is emlékeztet a 12. Honvéd gyalogezred tragédiájára. 1992-ben a Józsa András Múzeum, 2013-ban pedig a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezete állított emléket a Doni hősöknek. Már érvényesíthetők a 2024-re szóló vadászjegyek az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezeténél. A megújításra kétféleképpen van lehetőség, személyesen az intézmény Sóstóhegyi irodájánál, vagy a kamara online felületén. Aki február utolsó napjáig nem érvényesíti vadászjegyét,
márciustól már nem vadászhat, és vadászfegyverét is köteles visszaszolgáltatni. 2 évvel ezelőtt váltotta fel az évtizedekig megszokottnak számító füzetecskét ez a plastikkártya. Ennek érvényesítésére van szükség ahhoz, hogy a vadászok jogszerűen éljenek hobbiuknak a következő 1 évben is. Január 8-ától van lehetőség megújítani az engedélyt. Ez szintén 2 éve, 2022 elejétől már online is néhány perc alatt elintézhető. De aki úgy gondolja, hogy szeretne bejönni ide hozzánk a vadászkamarába, az feltétlenül megteheti. Nem fejeztük be, nem zártuk be itt a személyes ügyintézésnek a lehetőségét. Mindenkit várunk munkaidőben, 9:30 és 4 között, hiszen nekünk is kell egy kis idő, míg felkészülünk, illetve amíg a napot bezárjuk. Tehát 9:30 és 4 között lehet jönni személyesen és vadászhelyet váltani. Ami egy kis változatosság és különlegesség, hogy gyakorlatilag most már nem kell semmiféle külön jogosítvány, külön okmány, elegendő hozni ezt a plastikkártyát, ami helyett nem adunk újat, többen is érdeklődtek, hogy kapnak-e újat, csak akkor kapnak újat, hogyha elhagyták, vagy megrongálódott, tehát ehelyett újat nem kapnak, behozzák, befizetik a ezért járó díjat, 32 000 forintot, és gyakorlatilag mi ezt meg is érvényesítjük, onnantól kezdve ez érvényes lesz ez a vadászjegy, bármikor ugye a QR kód leolvasásával ez ellenőrizhető is könnyűszerrel, tehát már ez a bélyegragazgatás, új papírdokumentumnak az adása, ez már a múlt, mondhatom, hogy történelmi múlt, tehát gyakorlatilag ilyet ne várjon senki. A vadászjegyet a sportvadászoknak a vadászkamara lakóhely szerint, míg a hivatásos vadászoknak a szolgálati helyük szerint illetékes vármegyei területi szervezetei adják ki, illetve érvényesítik személyes és online érvényesítés esetében is legkésőbb február utolsó napjáig. Vadászjegyet érvényesíteni természetesen egész évben lehet, de aki március 1-jéig nem rendelkezik érvényes vadászjeggyel, az nem birtokolhat vadászfegyvert sem. Ezt a későbbiekben a rendőrség ellenőrzi. Negyven pontos győzelmet aratott a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 15. fordulójában a Jászberényt fogadták, és 89-49-re verték ellenfelüket. A tabella 13. helyén álló Nyíregyháza szombaton a 14. Salgótarján otthonában lép pályára. A ceglédi kupabújtyú után kissé feszülten kezdték a meccset a kék cápák, az első negyed végén mindössze 1 ponttal vezetett a házigazda. A második 10 perc egészen másként alakult, összesen 8 pontot engedélyezett a Jászberénynek a Nyíregyháza, szemben az általa szerzett 31 ponttal. Fordulás után ismét egy szoros negyed következett, a záró játékrészben aztán egyre kevesebb ellenállást tudtak kifejteni a fáradó vendégek, így végül 40 ponttal győzött Merin Mekmedovics együttese. A Jászberény szerkezetére nekünk fekszik, ahogy Cegli nem, Csarvásról ez a alacsony centereket, ezt a szerkezet nekünk jó, és ügyesen kihasználtunk ezt a dolog. Még mindig öcsbe játszunk, látható elején, hogy ezt a kötelező eredmény, amit kell hozni, hogy kihúzunk magunkat ettől utolsó helytől, mindig tenne egy bíleg erre, hogy kezdünk az idegesen, nem választunk legjobb dolgok, amit kell csinálni, de végefele, hál' Isten, minden rendben lett. A vendégek edzője szerint mind fizikálisan, mind mentálisan felőrült a csapatát a Nyíregyháza. Elfáradtunk. Belehaltunk a 2 mérkőzés, amit játszottunk 4 nap alatt. Ennyi sérültel, meg beteggel nem bírjuk el ezt a terhelést. Megpróbáltunk ugye mind a 2 alkalommal nyerni, nyilván itt is úgy jöttünk, hogy nyerni akarunk, de annyit kivett belőlünk mind a lábakból, mind a fejekből, mind a szívekből, hogy ott már képtelenek voltunk nem hogy följebb váltani, hanem tartani ezt a ritmust. A kék cápák csapatkapitánya Bús Iván bízik abban, hogy a folytatásban egyre feljebb kapaszkodnak majd a tabellán. Én azért a rossz tapasztalatok alapján még a második fél közepén is voltam annyira nyugodt, de tény, hogy ez azt hiszem a második negyed közepén elején ott robbantottunk, ilyet volt a nagyon jó sorozatunk, és onnantól magabiztos volt az egész meccs. Sajnálom, hogy eddig kellett várni, viszont az örömteli, hogy most zsinórba a második győzelmünket arattuk a bajnokságban, és ha jól tudom, el is mozdultunk a kieső helyekről, és egyre jobban jövünk fel a rájátszást érő helyekhez, mert nagyon sűrű az egész mezőny. Annak volt köszönhető egyébként, hogy védekezésben elkezdtünk kicsit agresszívabbak lenni, akár egész pályán, akár jól megtaláltuk azokat a besegítéseket félpályán, amik szükségesek voltak, és emiatt abból sok könnyű kosarcot tudtunk szerezni, amivel
el tudtunk lépni. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Újbudamavc 85-86, Deac U23 Pécsi VSK 62-95, TF Budapest Salgótarján 83-80, Cegléd Óbudai Kaszások 107-82, Budafok Fót 96-85 és Meavc Vasas Akadémia 73-102. A tabella élén a Pécs áll 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát. A 4 győzelemmel és 11 vereséggel 13. Nyíregyháza szombaton a Sereghajtó Salgótarjánhoz látogat. Két felkészülési meccset is játszott szombaton a kisvárdai futballcsapat. A szlovák első osztályú Mihalovce elleni mérkőzés 1-1-re végződött, az NB2-es Tisza Kécskét pedig 1-0-ra legyőzte a Várda. Feszkó Tamás együttese szerdán Törökországba utazik, ahol koszovói, szlovén és kazah csapat ellen lép majd pályára. Híradunk végén, nézzük főbb híreinket még egyszer, de már csak röviden. 21 forinttal drágult a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára. Hétfőn ugyanis életbe lépett a jövedéki adó emelés második üteme. Először január 1-én emeltek, akkor 20 forinttal drágult a benzin és a gázolaj is. A mostani emelés után várhatóan a benzin átlagára literenként 580, a gázolajé pedig 608 forint lesz. Néhány fagyos nap nem volt elég, életveszélyes még a befagyott tavakra lépni, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A jégtakaró vastagságának legalább 10 cm-nek kell lennie ahhoz, hogy egy vagy több embert biztonságosan elbírjon. Bár jégbeszakadása az utóbbi években ritkán volt példa Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a szabályokat sokan nem tartják be. A nyíregyházi tanyagondnoki szolgálat célja, hogy csökkentse a vármegye székhely közigazgatási területéhez tartozó tanyabokrokon élők lakóhelyzetéből adódó hátrányokat. Napi egyszer meleg ételt szállítanak és segítik az egészségügyi intézményekbe való eljutást. A vármegye székhelyen 3 körzetben 3-an teljesítenek szolgálatot. Kedves nézőink, Önök január 15-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Hamarosan megtudhatjuk, hogy hogyan folytatódik az időjárásunk, friss hírműsorral pedig legközelebb holnap este. Jelentkezünk, addig is várja Önöket a weboldalunk. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Kedden az ország nagyobb részén kevés felhővel, napos idő várható, de kisebb körzetekben tartósabban felhős lehet az ég, csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szél sokfelé megélénkül, az északi megyékben megerősödik. Napközben 1-3 fokot mérhetünk.